Az alapképzésnek a célja a nemzetközi folyamatok iránt nyitott, más kultúrák, más nemzetek, országoknak a nemzetközi folyamatai iránt fogékony. Ugyanakkor az európai integráció szűkebb hazánk nemzeti érdekeink képviseletére alkalmas szakembereknek a képzése. A legtöbb egyetem úgy hirdeti magát, hogy gyakorlatorientált, és én úgy gondolom, hogy erre a szakra ez tényleg igazán igaz. A képzés kétnyelvű egyébként, magyar és angol szakon is folytatunk ilyen tanulmányokat, de a diákoknak a magyar szakon is képeseknek kell lenni arra, hogy angol nyelven elsősorban, de mellette valamilyen világnyelven még eligazodjanak a tanulmányaik során. Körül vagyunk véve az oktatás során külföldi tanulókkal, úgyhogy eleve azt is meg tudjuk tanulni, hogy milyen velük így együtt dolgozni. Számtalan nemzetközi kapcsolata van az egyetemnek és a szakunknak is. Mivel ez egy nemzetközi szak, ezért nagyon preferálják a külföldi fél évet, ugye Erasmus vagy Campus Mundi formájában, és én úgy gondolom, hogy az is hozzájárul ehhez, hogy gyakorlatorientáltnak mondható ez a szak. Az egyetem nem csak arról szól, hogy itt elméleti tudást, vagy akár gyakorlati tudást befogadjanak, hanem a kapcsolatépítésről és azoknak a kapcsolatoknak a megtalálásáról, amik a későbbi szakmai pályafutásukban meghatározóak lesznek. Az egyetemi oktatás során is felnyitották a szememet olyan eseményekre is, amik így korábban teljesen kívül estek így a látókörömön.